December 7th. Doesn't make a decent I uh, Ma hajnalban a további I have a dream. Sziasztok! Sziasztok! Ez a Hihetetlen Történelem Podcast, én Andris vagyok. Én pedig Tündi. Mielőtt belevágunk a mai témánkba, Beszeretnénk jelenteni nektek a szavazás eredményét, ugyanis, ahogy azt korábban említettük, mostantól minden második podcast adásunk témáját ti szavazhatjátok meg. Úgyhogy a 25. podcast adásunk témája nem más, mint a rémámok fűszereplője, ugyanis ezt szavaztátok meg a Facebook oldalunkon. És hamarosan jön a következő szavazás, tehát hamarosan láthatjátok, hogy milyen két témából tudtok választani újra. Úgyhogy majd csekkoljátok a Facebook oldalunkat, és akkor szavazatok újra. És nagyon köszönjük, hogy ilyen sokan szavaztatok. És akkor most térjünk rá a mai témánkra. Ahogy végignéztük az utóbbi 23 adásunkat, rájöttünk, hogy még nem beszéltünk ilyen hagyományos értelembe vett gyilkossági történetről, ha csak Rudolf trónörökös esetét és halálát nem annak számítjuk. Ezért a mai adásunk témájának egy gyilkossági történetet választottunk, ami a 20-as évek Amerikájában játszódik, ráadásul nem egy ismert területen, hanem az osszás indiánok területén. A történet főszálát egy Molly Burkhardt nevű 33 éves indián lány adja, aki édesanyjával és két testvérével egy Greyhorse nevű településen lakott, Oklahomához közel. A lány és családja a gazdag osszás törzs tagjai voltak, akik a földjeiken található olajból gazdagodtak meg, ezt majd később egy kicsit kifejtjük jobban, hogy ez mit is jelentett. Mindannyian külön éltek már, Molinak és egyik nővérének még férje is volt, de Moli indián létére Ernest Burkhardt nevű férfihoz ment hozzá, aki egy fehér férfi volt, viszont ez akkoriban sem volt már ritka. 1921. május 22-én a család aggódni kezdett, mert Molly testvére, a kicsapongó természetű Anna nyomtalanul eltűnt. Az aggodalom nem volt ok nélküli, hiszen három évvel korábban még négyen voltak testvérek, viszont egyikük egy rejtélyes betegségben elhunyt. Az orvosok csak annyit állapítottak meg, hogy idézőjelben idő előtti sorvasztó korban szenvedett. Úgyhogy Molly aggódott a testvérért, amikor ugye eltűnt. Tovább súlyosította a helyzetet, hogy egy héttel Anna eltűnése előtt egy másik oszlás indián is nyomtalanul eltűnt. Végül rátaláltak Annára, de sajnos már csak a holtestére, egy vízmosásnál, egy héttel az eltűnése után. Egy golyó átütötte a koponyáját, tehát az áldozatot feltehetőleg meggyilkolták. Nagyjából ezzel egy időben pedig megtalálták a másik eltűnt indián holtestét is egy másik város mellett. A halott szemle akkoriban nem úgy működött, mint manapság, sokkal kezdetlegesebb módszereket alkalmaztak a helyszínelők, tehát például az új lenyomat vizsgálat kimondottan ritka gyakorlat volt. Arról nem is beszélve, hogy a függetlenségi háborút követő években a közvélemény nyíltan ellenezte a rendfenntartó erők létrehozását, mert attól féltek, hogy ez elnyomáshoz vezethet, úgyhogy rendőrök helyett hétköznapi amerikai polgárok eredtek a bűnözők nyomába. Tehát ez önrendelkezésnek elég nagy gyakorlata volt akkoriban Amerikában. Igen, és De ez, ez az azért jó pár ilyen Western filmben is látható, hogy vannak azok a férfiak, akik a Vantit plakátokat gyűjtik, és az alapján vadásszák le a bűnözőket, majd ő a fejpénzt azt felszedik. Tehát ez akkor egy bevegy gyakorlat volt, hogy nem az állam emberei látták el sokszor ezt a feladatot, hanem... Ha Ilyen olyan... hétköznapi polgárok ragadtak fegyvert, és akkor úgy döntöttek, hogy ők akkor szuperhűsök lesznek, és Igen. elfogják a gyilkosokat. Azután a 19. század közepén létrejöttek az első rendőri szervek, megjelentek a serifek és a békebírók, de azért jól látnunk, hogy az akkori rendfenntartó rendszer nem volt egy professzionális rendszer. A halott szemlét a Molli családját is ellátó orvosok a Són testvérpár tagjai végezték el, akik megállapították, hogy egy 32-es kaliberű golyó végezhetett Annával, de hiába keresték a golyót, azt sehol sem találták meg, sem akkor, sem pedig később. Egyéb bűnjelet nem találtak. A jelenlévők nem ismerték a helyszínelési módszereket, így nem öntötték ki gipszel a keréknyomokat, amiket a vízfolyás mellett haladó földúton találtak. Nem kutattak új legyomatok után a helyszínen talált vízkisüvegen, nem kerestek lőpornyomokat a holtesten, és a büntet helyszínét sem fotózták le. Tehát elég kezdetleges formában nyomoztak akkoriban, vagy legalábbis ennél a gyilkosságnál. És emiatt sajnos sokkal kevesebb hatékonysággal. A temetkezési vállalkozó, ahol csak lehetett, próbálta megkopasztani a gazdag indiánokat, és hihetetlen mennyiségű pénzt kért el a koporsóért és a különböző szolgáltatásokért, mivel tudta, hogy gazdag indiánokról van szó, úgyhogy minden inkább próbált őket megkopasztani. Mai árfolyamon egészen megdöbbentő 25 millió forint volt a temetésnek a költsége. Ettől az arcátlanságtól eltekintve a közeli hozzátartozók részvétüket nyilvánították ki, valamint a család jó barátja, a helyi fehér üzletember William Hale is, ahol tudott segítette a családot, és például a szertartáson ő volt az egyik ember, aki a koporsót vitte. William Hale Molly férjének a nagybátyja volt, tehát gyakorlatilag a család tábori rokona, de emellett a környék egyik legbefolyásosabb emberének is számított, ezért is nevezték Oszás Hills királyának. Emellett gyakran szervezett jótékonysági rendezvényeket, jobban volt az indiánokkal, és a tiszteletbeli serif helyettesi poszt is az övé volt. Molly családjának ezért is jelentett sokat, hogy Hél biztosította őket arról, hogy kapcsolatait megmozgatva a legjobb magándetektíveket állítja rá az ügyre. A halálesetek hírére előzönlötték a vidéket az önjelölt magándetektívek, és a busás jutalom reményében több tucat nyomozó próbált utána járni az ügynek. A nyomozás során egy dolog biztos volt, hogy Annát utoljára Molly férjének testvérével látták, viszont a férfi arról tanúskodott, hogy ő hazavitte a lányt, és akkor lett őt utoljára. Úgy nézett ki, hogy nem volt egy szemtanú sem, és rövid úton zsákutcába került a nyomozás. A legnépszerűbb elmélet szerint a gyilkos a rezervátumon kívülről érkezhetett, majd elhagyta a vidéket. Ömellett különböző plegykák is keltek, amik alapján letartóztattak az ügy kapcsán több gyanús szemét is, viszont megfelelő bizonyítékok hiányában mindig elengedték az illetőket. A nyomozók annyira tanástalanok voltak, hogy az eltemetett holttestet kihantolták a hatóságok a temetőben, hogy hát ha mégiscsak megtalálják az elveszett lövedéket. Az orvos testvérpár is megvizsgálta újra a koponyát, azt darabjaira törték, de így sem találták meg a golyót. Két hónappal a gyilkosság után lezárták a nyomozást, viszont valami más is történt azokban a napokban. Az életben maradt két lány testvérnek az édesanyja a nyomozás alatti időszakban egyre rosszabbul lett, valami rejtélyes betegség kínoszta, majd két hónap után életét veszítette. Mollynak egy testvére maradt tehát, akinek a férje biztosan állította, hogy nem természetes halállal halt meg az édesanyjuk, hanem megmérgezték őt. Sőt, azzal az elmélettel is előállt, hogy a három haláleset szerinte összeköthető az oszás indiánok föld alatt található kincsével, a fekete aranyjal, vagyis az olajjal. De mi is ez az olaj, és hogyan gazdagodtak meg az indiánok, most ezt próbáljuk egy kicsit körbejárni. Az 1800-as évek elején Thomas Jefferson elnök megvásárolta Louisiana területét a franciáktól, ami javarészt az osszás indiánok földje volt. Az indiánok hiába látogattak el a fehérházba, hogy találkozzanak az elnökkel, a pozitív fogadtatás és a látszólagos barátságos megnyilatkozás ellenére Jefferson pár évvel később választás elé állította az indiánokat. Vagy aláírnak egy egyezményt, amiben lemondanak a területeikről, vagy az Egyesült Államok ellenségeivé válnak. Így kényszerültek elhagyni területüket az osztázsok, és kellett nekik egy központilag meghatározott, 75x180 km-es területre költözniük Kenzes délkeleti felében. Az amerikai kormány biztosította az osztás indiánokat arról, hogy Kansasben végleg letelepetetnek, de nem sokkal később telepesek lepték el a környéket, akik az indiánok földjére pályáztak. A telepesek közül sokan erőszakkal szereztek maguknak birtokot, sőt 1870-ben annak ellenére, hogy az indiánok maguktól beleegyeztek, hogy holdanként 1,25 dollárért eladják a telkeket, ennek ellenére sok indiánt lemészároltak, holtesteiket megcsonkították és megskalpolták. Tehát kihangsúlyozzuk, hogy nem az indiánok skalpoltak, hanem a mohó fehér telepesek, akik azért ölték meg az indiánokat, hogy hozzájutassanak az indiánok földjéhez. Ezek után az osztázsoknak új hazát kellett keresniük. Az indiánok egy sziklás és értéktelennek tartott rezervátumba költöztek, Oklahomától nem messze, amiről aztán pár évtizeddel később kiderült, hogy kimondottan értékes földterület, mivel az akkori Egyesült Államok egyik legnagyobb olajmezője felett terült el. Az olajkitermelők a jogszabályok értelmében nem vehették meg a telkeket és a földterületet, ami az oszázsoké volt, hanem csak haszonbérleti szerződést kötöttek az indiánokkal, akik így rövid idő alatt hatalmas vagyonra tettek szert. A törzs 1923-ban mai járfolyamon 400 millió dollárral lett gazdagabb, ami 120 milliárd forintnak felel meg. Körülbelül 2200 oszázs indián élt a rezervátumban, és ezzel a pénzmennyiséggel az egy főre eső jövedelmet nézve, ők számítottak akkoriban a világ leggazdagabb népcsoportjának. Ahogy említettük, a földterületeket nem vehette meg más, csak oszázs indiánok, és a haláluk esetén öröklődés útján kerülhetett máshoz a birtok. Ekközben a média, ahol csak lehetett, megpróbálta lejáratni az oszás indiánokat, és az olvasóközönséget ellenük hergelték. Az újságokban folyamatosan téma volt az idézőjelben részbűri milliómosok helyzete, palotáikkal, luxusautóikkal, ruháikkal és néhány esetben a fehér szolgálóikkal. Emellett az évtizedek során az indiánok erőszakos asszimiláció is megtörtént, a gyerekeket angol nyelvű, sok esetben bentlakásos iskolába kötelezték, amit hogyha megtagadott a család, akkor nem kaphatták meg az állami támogatást, ami a földjükhöz járt, és így éhalára voltak ítélve. Az asszimiláció kérdéskörét és annak az etikáját most ezt nem fogjuk körbejárni, mert ez egy nagyon összetett kérdés. Ö, viszont történetünk szempontjából elég az, hogy a szóban forgó indián törzs szép lassan elhagyta a hagyományait, a nyelvét, az öltözködését és a szokásait, és egyre inkább az amerikai néphez váltak hasonlóvá. Egy valami fontos dologról viszont nem beszéltünk az oszlás indiánok kapcsán, ami megdöbbenésre adhat okot, mégpedig az, hogy az amerikai kormány rendelete alapján nem minden indián rendelkezhetett saját vagyonával, hanem egy fehér pénzügyi felügyelő kezelte a pénzüket. Ez a gyakorlatban úgy nézett ki, hogy az indiánügyi hivatalnak meg kellett jelölni a törzs azon tagjait, akik nem alkalmasak vagyonuk kezelésére melléjük pedig egy fehér gyám lett kijelölve, akinek jóvá kellett hagynia minden pénzköltési lehetőséget. Tehát, ha el akartál menni a boltba illelmiszeret vásárolni, de éppen elfogyott otthon a pénzed, akkor a felügyelődhöz vagy a gyámodhoz kellett folyamodnod, hogy az jóvá hagyja a vásárlásodat és pénzt adjon rá. Ráadásul ezt a rendszert átszőtte a korrupció is, ami azt jelentette, hogy ha valaki biztosította a befolyásáról és szavazatáról a helyi politikusokat, akik döntöttek arról, hogy kik lehetnek gyámok és kik nem, akkor azok cserébe elintézték neki, hogy kapjon gyámságot egy indián fölött, és ezzel együtt egy felügyelhetetlen és ellenőrizhetetlen pénzmennyiséget maga alá, amiből annyit tudott sikasztani, amennyit szeretett volna szinte. Móli családja is benne volt ebben a felügyeleti rendszerben, tehát rájuk is vonatkozott ez, hogy a vagyonkezelő rendelkezett az ő pénzükkel. A rövid kitérő után térjünk vissza a nyomozáshoz, ami 9 hónappal a halálesetek után Zsák utcába futott. Ekkor váratlanul egy újabb haláleset történt. Egy 32 éves családos oszás rodaú bajnok egy váratlan telefonhívást kapott, majd elhagyta a házát és pár órával később láthatóan betegen tért haza, és órákon belül meghalt. A hatóságok arra jutottak, hogy mérgezés okozhatta a férfi halálát. És nem ez volt az egyetlen eset. Pár hónapon belül két további haláleset is történt, mindkét esetben hasonló tünetekről számoltak be. Ekkor döntöttek úgy az indiánok, hogy egy embert küldenek Washingtonba azzal a szándékkal, hogy tájékoztassa a szövetségi hatóságokat a lehetetlen állapotokról és segítséget kérjen a nevükben. Az illető meg is érkezett Washingtonba, bejelentkezett egy hotelbe, és aznap este még elment biliárdozni egy klubba, viszont ott rejtélyes módon eltűnt. A holtestét másnap találták meg a csatornában, húsznál is több készúres érte a testét. Igen, ez egy nagyon brutális gyilkosság volt, és a lapok akkor Washingtonban azt írták, hogy az eddigi Washington történetének a legdurvább gyilkossága történt. Ezt a férfit mesztelenül találták meg, és hát ugye tele volt készúrással, ráadásul ugye egy zsák volt húzva a fejére. Tehát el tudjuk képzelni, hogy mennyire durva lehetett a helyzet. Teltek múltak a hónapok, és egy újabb gyilkosság történt a közösségben. Egy oszás férfit találtak egy elhagyatott helyen, a kocsiában ülve, az illetőt tarkon lőtték. A férfi William Hill jó barátja volt, és Oszás Hill királyától gyakran kért kölcsön, mivel tiszta vérű indián létére hiába volt sok pénze, nem fért hozzá a saját évjáradékához. A két férfi közötti jó kapcsolat miatt az indián William Hill tette meg a 25 000 dolláros életbiztosítása kedvezményezetjének, ami ma körülbelül 115 millió forintnak felel meg. Tehát igazából bődületes összeg ez a 115 millió, nem tudom, hogy manapság mennyire szoktak életbiztosítást kötni, de ez a 115 millió az egy nagyon nagy pénz, nyilván akkoriban is nagy pénznek számított. Természetesen valószínűleg figyelembe vették azt, hogy egy, egy dúsgazdag, minimum milliómos indiánról lehetett szó. A férfi halálának a híre sokként érte mollit mivel ő volt az első férje Ernest Burkhardt előtt. William Hale ismét támogatásáról biztosította az elhunyt családját, és a temetésen koporsó vívőként szolgált. Az összes indiánok ezt követően rettegésben éltek. Éjszakánként egyre több házra helyeztek ki villanykörtéket, hogy esténként megvilágítsák a környéket és a rosszban sántikáló embereket. Emellett sok helyen kezdtek el kutyát tartani, viszont nem sokkal később szinte mindegyik kutyát megmérgezték, így már ez sem nyújtott biztonságot az indiánok számára. Ekközben Molinak ugye már csak egy darab testvére maradt, és ennek a testvérének a férje továbbra is magánnyomozást folytatott, és próbált rájönni a gyilkosságok mögötti összefüggésekre, de az ő élete sem tartott sokáig egészen brutális módon egy éjszaka felrobbantották házát, amiben felesége és a cselédlány is tartózkodott. Hármuk közül a két nő rögtön szörnyet halt. Mollis sógora viszont túlélte az esetet, és életveszélyes állapotban kórházba szállították. Kezdetben nem tudták kihallgatni, mivel két napon keresztül eszméletlenül feküdt, és az orvosoknak, a sonfívéreknek sem mondott el semmit, amikor magához tért. Négy nappal a merénylet után életét veszítette. És hát az akkori nyomozók ugye nem tudtak vele beszélni, tehát nem sikerült kideríteni, hogy esetleg tudta-e, hogy kirobbantotta fel őket, vagy volt-e bármilyen sejtése. Ezekben a napokban történt egy másik mérgezéses eset is. Egy indián súlyos tünetekkel kórházba került. A nyomozásokba bevont egyik ügyész, egy Vogen nevű férfi vonattal érkezett a szomszédvárosból, hogy még beszélni tudjon az indiánnal, mielőtt még meghalna. A haldokló alig, ha nem, minden fontos információt átadott az ügyésznek, majd kilehelte a lelkét. Ezután Vogen hazatelefonált a serifnek, hogy megvan minden információja, hogy lebuktassa a tetteseket, és még aznap visszaindult a vonattal. Még látták, hogy felszáll a vonatra, viszont sosem érkezett meg. Másfél nappal később találták meg a holtestét, kilopták a vonatból, kitörte a nyakát. Ellopták az iratait, így semmilyen feljegyzés sem maradt utána. Azonban Vagán tudta, hogy veszélyben van, ezért még mielőtt elindult volna a kórházba, feleségének megmondta, hogy hol van a rejtek helye a nyomozással kapcsolatos összes feljegyzésének, és hogyha történne vele bármi, akkor azt adja át a hatóságoknak. A felesége azonban hiába kereste halála után a rejtek helyen az iratokat, addigra valaki már eltüntette azokat. 1924-re eljutottak odáig az oszázs indiánok, hogy a megoldást nem a korrupt és a megbízhatatlan helyi hatóságoktól várták, hanem külső segítséget kértek. Ekkor lépett a színre az FBI elődje, a központi nyomozóiroda, akinek vezetője a sokak által ismert J. Edgar Hoover volt, aki csupán 29 évesen vette át az ügynökség irányítását 1924-ben, amit aztán évtizedeken keresztül vezetett. Mai szemmel meglepő, hogy az FBI vezetője, amikor átvette az irányítást, akkor még ennyire fiatal volt, tehát csupán 29 éves, ráadásul még az édesanyjával élt, ami, hát nem tudom, korábban erről nem olvastam, de ezt valahogy nem így képzeltem az FBI vezetőjét, hogy amikor megkapja a posztot, még mindig az édesanyjával él. Úgyhogy ez ilyen szempontból is érdekessé. Az osztályos gyilkosságok ügyében Hoover egy Tom White nevű ügynököt bízott meg, aki megpróbált maga köré toborozni egy tapasztalt csapatot, akikkel fel tudják deríteni a bűntény részleteit. White úgy döntött, hogy ő lesz a nyomozás nyilvános arca, csapata pedig inkognitóban lesz majd, hiszen több olyan ember is meghalt, aki túl sokat tudott, vagy túl sokat kérdezett, ezért a csapattagjai amúgy sem érezték volna magukat biztonságban, hogyha ők is előre vannak tolva, hogy ők is FBI ügynökök, úgyhogy a csapattagjai így inkább rejtve maradtak. Az fontos, hogy az FBI csak később nevezték el FBI-nak, de az egyszerűség kedvéért az adásunkban FBI-nak fogjuk nevezni, hogy mindenki tudja, hogy melyik irodáról van szó. A nyomozó csapat nagyon vegyes volt, volt, aki biztosítási ügynökként vegyült el, más marhatenyésztőként volt jelen, és volt olyan is, aki indián gyógyítóként épült be a helyiek közé, természetesen az utóbbi ügynök indián származású volt. White az eddigi nyomozásokkal ellentétben próbálta másmilyen szempontból megközelíteni a gyilkossági eseteket. Azt nézte, kinek lehetett volna haszna abból, hogy ezek a szinte kivétel nélkül gazdag indiánok meghaljanak. A gyilkosságok változatosak voltak, és alig, hanem a gyilkosságok mögött valaki olyan állt, aki előre megfontolt szándékkal éveken keresztül azon volt, hogy megölje azokat, akikből hasznot tudott húzni. A másik fontos dolog, aminek megpróbált utána járni, hogy egy gyanúsítottaknak valóban volt-e megfelelő alibiük. Azt mindenki láthatja, hogy ugye nem volt könnyű dolga, mert több gyilkosság esetében már évek elteltek, és kihűltek a nyomok is. Az esetek többségében azt a nyomozási anyagot próbálta meg felhasználni, az FBI, amit előtte már összegyűjtöttek a magánnyomozók kihallgatási jegyzőkönyveikből. Az első komolyabb összefüggés, amit találtak, hogy Molly testvérének és annak az indiának is, akit holtan találtak az autójában, ugyanaz volt a fehér származású vagyonkezelője. Ezen kívül megpróbáltak felderíteni egy korábbi szemtanú állítását, aki azt mondta, hogy két másik emberrel látták egy autóban Molly testvérét aznap, amikor meghalt. Ugye most Annáról van szó, akit a, a tudás elején említettünk. Egy kis kutatás után sikerült kideríteni, hogy a két férfi közül, ugye, akiket láttak ő, Annával, az egyik Molly férjének a testvére, Brian Burkhardt, azaz Molly sógora volt. Azonban a harmadik rejtélyes személy kilitére kezdetben még nem derült fény. Az eset azért is volt érdekes, mert Brian Burkhardtnak korábban biztosnak tűnő alibie volt, ami így meg megdőlni látszott. Ekközben nem volt könnyű dolga a nyomozó csapatnak, mert kiderült, hogy van egy tékre is a csapatban, aki minden információt kiszivárogtatott. Ilyen körülmények között nehéz volt a nyomozás lefolytatása. Az egyik leggyanúsabb személy egy Pike nevű magándetektív volt, akit annak idején a már többször említett William Hale Oszás Hills királya bízott meg a nyomozással. Hamar kiderült pike hogy a nyomozás kezdeti szakaszában inkább megpróbálta elhallgatni és eltüntetni a fontos információkat, mint hogy ténylegesen segítette volna a nyomozást. Például kiderült, hogy Pike tudott az autóban tartózkodó harmadik személy kilétéről, de ezt valamiért elhallgatta. Pike amikor gyanússá vált, eltűnt a környékről, úgy kellett az ügynökség tagjainak felkutatniuk őt. Amikor elkapták, bevallotta, hogy valójában neki a nyomok eltüntetése és az alibék gyártása volt a feladata, melyekre közvetlenül William Hill-től kapott megbízást. Sőt, az is kiderült, hogy rendszeres megbeszéléseiken, ugye hill William hill ott volt mindig Ernest Burkhardt is, Mollinak a férje. Újabb és újabb gyanús vallomások láttak napvilágot. Kiderült, hogy a ház felrabbantása után a kórházban haldokló férfi, Molly Sógura, mégiscsak tette egy vallomást az ügyvédjének, amiben két ellenségét is megnevezte, akik felelősök lehettek a robbantásért, William Hilt és Ernest Burkhardtot. Gyanús módon a haldokló férfi vallomásánál ott voltak a már többször emlegetett orvosok, a Sean testvérpár is, akik véletlenül ezt elfelejtették a hatóságoknak továbbadni a haldokló vallomásából. ráadásul hogy a nyomozó személyben egyre gyanúsabbá váltak, mivel az első gyilkosság esetén többszöri kutatás után sem találták meg a halálos golyót. Közben sikerült kideríteni azt is, hogy az egyre sárosabbnak tűnő William Hale birtokán szándékos gyújtogatás miatt ütött ki tűz, aminek azután a sok milliós biztosítási pénzét Hale zsebre is tette. Emellett White és csapata próbált utána járni annak, hogyan lehet az, hogy William Hill az egyik korábban említett ugye meghalt indián életbiztosításának kedvezményezettje. Kiderült az, hogy mivel nem volt rokon a halott férfinak, ezért nem is lehetett volna kedvezményezettje csak egy esetben, ha az indián pénzzel tartozna Hillnek. Ami nagyon valószínűtlen volt, mivel ugye egy dúsgazdag indiánokról beszélgetünk. Csak hát ugye nem rendelkezett saját vagyonával, de így is valószínűleg a történet, hogy az indián tartozott volna William Hill-nek, hiszen hogyha lett is volna tartozása, akkor az indián szólt volna a gyámjának, hogy a sok milliójából, ami rendelkezésre áll az indiának, fizesse ki William Hill-t. Hill és az indián életbiztosítási történetében volt egy bökkenő, amire rájöttek a nyomozók, kiderült, hogy a biztosító társaság orvosa nem akarta elvállalni az esetet, mert túl kockázatosnak tartotta azt, mivel az az indián férfi, akiről beszélünk, őt már többször rajta kapták itt a vezetésen, úgyhogy emiatt nem akarta vállalni a biztosító társaság ezt. Ekkor William Hill szerzett egy másik orvost, gondolom senki nem fog meglepődni, hogy a másokat emlegetett orvospár egyikét, aki tanúsította, hogy minden rendben van az indiánnal, és egy teljesen új biztosító társasághoz elmentek, ahol már az ügyet befogadták, így létrejött az életbiztosítás az indián és William Hill között. Jogosan merül fel a kérdés, hogy hogy lehet az, hogy ennyi nyomozó éveken keresztül nem vette észre, hogy Hill állhat az egész ügy mögött. Oszás Hills királyának alig, hanem zsebében volt az egész igazságügyi rendszer a környéken, Mindenki féltőle, vagy tartozott neki, aki pedig egyik kategóriában se tartozott, azt egyszerűen megvásárolta magának. Azonban a kiderült történet morzsák alapján még mindig nehéz volt meggyanúsítani hélt, hiába szólt ellene nagyon sok minden, arra nem volt bizonyíték, hogy ő ölt meg valakit, vagy személyesen utasítást adott rá. Vájték számára kiderült egy fontos dolog. A gyilkosságok nyomán egyre nagyobb tulajdon összpontosult Molly kezében, hiszen négy éven belül meghalt az édesanyja, három testvér és az egyik sógora is. Ha Molly meghalna, akkor férje Ernest Burkhardt örökölne mindent, aki William Hillnek volt az unokaöccse. Tehát biztosak lehettek benne, hogy a férjnek is valamilyen szinten köze van ezekhez a gyilkosságokhoz. Sőt, volt egy másik furcsa összefüggés is, ami Ernest Burkhardt és William Hill ellen szólt. Ugye korábban említettük a azt, hogy Molly testvérének felrobbant a háza. Tehát ott először a testvére és azután a sógora is életét veszítették. És nekik a végrendeltük úgy szólt, hogy Molly akkor örököl utánuk, hogyha a házas pár két tagja egyszerre egy időben hal meg. És ugye ez a robbanásos eset, ez hát igazából ezt idézte elő, hogy ők egy időben haljanak meg. Ugye nem, nem pontosan egyszerre haltak meg, mert a férfi a kórházban halt meg, de ez azért mindenképpen gyanús volt, hogy, hogy ők kvázi így a terv, terv alapján egyszerre haltak volna meg. Igen. Igen, csak hogy hát hiba csúszott a számításba, tehát azt, arra nyilván nem számított senki, hogy majd a felrobbant ház romjai alól kihúzzák a haldokló férjet, aki még pár napig él, de így már az örökség az nem teljesen molira szállt, hanem a férjnek a rokonaira is. Tehát itt a gyilkos szándékkal rendelkező William Hale és valószínűleg Ernest Burkhardt elszámította magát. Azt nem lehetett tudni, hogy Ernest Burkhardt négy évvel az első gyilkosság előtt azért vette el Mollit, mert már akkor is ö, ilyen szándékai voltak, hogy megszerezze a vagyonát, vagy pedig nagy nagybátyja William Hale találta volna ki, hogy a házasságból nagy hasznot tudnának hozni. Az viszont biztos, hogy White azt találta ki, hogy először Ernestet kell megingatnia, a bizonyítékokat feltárni előtte, és azok alapján meggyőzni a férfit, hogy tanúskodjon William Hale ellen. Itt a történetből nagyjából kezd szépen összeállni, hogy milyen irányba haladunk és a nyomozóknak az jött le, hogy William Hale, Hill, Oszás Hills királya, egy akkora figura, és olyan szálakat tud megmozgatni, hogy őt nem fogják tudni megingatni abban, hogy bevallja büntetteit. És tanult is, tehát tanult is nagyon nehéz lett volna találni ellen, hiszen mindenki félt tőle, mert hát látjuk, hogy micsoda a kapcsolati hálója volt, és, és sok ember tartotta kezében és ezért gondolta azt White és csapata, hogy könnyebb az út az elítéléshez, William Hale elítéléséhez, akkor, hogyha Ernest Burkhardtot sikerül meggyőzni arról, hogy tanúskodjon William Hale ellen. Ahhoz, hogy Ernest Burkhardtot szóra bírják, a nyomozó csapat lemerült az alvilág bugyraiba, és a börtönökben kutattak olyan emberek után, akik tudhattak valamit a gyilkosságokról. Találtak is egy nyomot, ami alapján el tudtak volna jutni egy férfihoz, aki a bombát szerelt össze a ház felrobbantása előtt, tehát ugye annál a gyilkosságnál. Viszont róla kiderült, hogy már nem él, mert egy bolti betörés során lelőtték. Kiderült az is, hogy a rablás felbújtója William Hill volt, aki annyira ravasz volt, hogy a boltosnak is szólt, hogy melyik este fogják megtámadni a boltját, tehát kvázi adott egy fülest a boltosnak, és így a boltos fegyverrel várta a bombaszakértőt, és le is lőtte. Tehát kvázi szóval azért találta kész az egész esetet William Hill, hogy hát, hogy megöljék ezt a férfit. Igen, tehát aki túl sokat tudott az esetről, azt eltette lábalon. Tehát ennek a bombaszakértőnek azt mondta, hogy egy boltban fog találni gyémántot, vagy valamilyen ékszert, és azért mindenképpen törjön be a boltba. Csak hát ugye erről szólt a boltosnak, hogy pontosan mikor is várható a betörés, úgyhogy így sikerült eltenni a lábon a bombaszakértőt. Találtak viszont egy másik bűnözőt, aki azt állította, hogy Ernest Burkhardt és William Hill régebben felkérték arra, hogy robbantsa fel a házat, és fizetségként cserébe Burkhardt megengedte, hogy ellopja saját kocsiukat, mert egy Burkhardté kocsiját, amit meg is tett ez az ember, viszont nem robbantotta fel a házat. 1926. januárjában White és nyomozócsapata elfogadó parancsot adott ki Ernest Burkhardtra és William Hale-re. Hale Hill be a büntetés végrehajtáshoz, annyira biztos volt abban, hogy semmiért sem fogják tudni elítélni. Később kiderült, hogy valóban nagyon nehéz dolga volt vele a nyomozócsapatnak. A politikai élet mellett az igazságszolgáltatást is átszőtte a korrupció, amiben sok ügyvéd és bíró is érintett volt. Tanúkat félemlítettek meg, vagy esküdteket vásároltak meg hélék. Gyakorlatilag semmitől nem adtak vissza. Hiába szembesítették Ernest Burkhartot az egyik koronatanúval, és hiába nézett ki úgy, hogy Burkhardt megtört és vallani fog William hél eleinte nem így történt. Amikor a tárgyalásra került sor, teljesen berezelt a hélt körülvevő ügyvédek látványától majd Hél egyik ügyvédje felpattant a tárgyaláson, és azt mondta, hogy Ernest Burkhardt az egyik ügyfele, és négy szem közt szeretne vele beszélni. A bíró engedélyezte a beszélgetést Burkhardt és az ügyvéd között. Így Burkhardt elvonult Hale-lel és ügyvédjeivel, hogy tárgyaljon. Másnap egészen meghökkentő módon bejelentették a bíróságon, hogy Ernest Burkhardt nem hajlandó tanúskodni a vád nevében William Hale ellen, sőt, bejelentették, hogy Burkhardt a védelem oldalán fog tanúskodni, tehát gyakorlatilag elveszítették, vájték a koronatanújukat a történetben. Ezek alapján nem sok esélye maradt a vádnak az ügy bebizonyítására, sőt, William Hill még azt is bejelentette a bíróságon, hogy az FBI emberei erőszakkal próbálták szóra bírni őt a kihallgatások során, fegyvert nyomtak a fejéhez, és fekete csukját húztak a fejére, miközben azzal fenyegetőztek, hogy villamos székbe fogják tenni. Ezek közül semmi nem volt igaz, de megkérdőjelezte a korai ügynökség módszereit. Később alig, ha nem tényleg alkalmaztak ilyeneket az FBI emberei, de itt ilyenről szó sem volt. A vád egy másik fontos tanúja az a férfi volt, aki Annát ölte meg. Hél és Ernest felbújtására még 1921-ben. Viszont ez a gyilkos férfi más szempontból is érdekes volt, ugyanis ezt az embert White mint nyomozó alkalmazta. Persze akkor még nem tudtam, hogy ki valójában, tehát az elején még a nyomozó csapat tagja volt ez az ember. A férfinek pont azt a feladatot adták, hogy kiderítse, hogy ki volt a harmadik személy a kocsiban Annával, de a harmadik ember igazából ő maga volt, tehát ez egy elég pikáns fordulat. Ez még nem minden, mert emellett kettős ügynökként minden információt átadott Hélnek a nyomozás során, így William Hél mindig tisztában volt azzal, hogy hogy, hogy halad a nyomozócsapata az ügy felderítésével. Tehát ő volt a tégla, akiről korábban beszéltünk. Miután a férfi a bíróságon ismertette a történteket, Ernest Burkhardt megingott nem tudott elszámolni a lelki ismeretével, és másnap a bíróságon közölte, hogy mégiscsak a vád oldalán fog szerepelni, és bűnösnek vallotta magát. Itt beszélünk Ernest Burkhardnak a lelki ismeretéről, de ezt képzeljük el úgy ezt a tárgyalást, hogy ott van Ernest Burkhardt, tanúskodnia kell, és közben ott ül a felesége az első padban, és hát neki így kell hazudnia, ami valószínűleg egy idő után neki is megterhelő volt, és ezért dönthetett úgy, hogy inkább meggondolja magát, és mégiscsak átáll a jó oldalra. Már ki lehet ezt mondani, mert valószínűleg a felesége biztosan összetört. Igen, és a felesége egyébként nagyon sokáig azt hitte, hogy, hogy Ernest Börkártnak semmi köze nem lehet az ügyhöz, és hogy ő nagyon szereti ezt az embert, tehát ezt még a tárgyalás elején is ezt Mondta, tehát ő nem hitte el, hogy a férje ebben benne lehet. Nem volt ez képes felfogni, hogy a férje jött tehetett, úgyhogy ő csak annyit mondott, hogy szereti nagyon a férfit, és ő biztos az ártatlanságában. Tehát Ernest Burkhardt végül bűnösnek mondta magát. William Hill tudta, hogyha ha Burkhardt ellene val, akkor szinte biztos, hogy el fogják őt ítélni. ezért is volt számára annyira fontos, hogy bűnös unokajöccsét a maga oldalán tartsa, de ez végül nem sikerült neki. Burkhardt az végül a tárgyalás során életfogytiglani börtönbüntetése és kényszermunkára ítélték. Hogyha figyelembe vesszük, hogy ő maga sohasem gyilkolt, az ítélet így is jogosnak tűnik, akkor is, hogyha az igazi felbújtó és az ötlet ötletközda valójában William Hale volt. És ugye tényleg ne feledkezzünk meg arról, hogy Ernest Burkhardt saját feleségének, Mollinak a testvéreit gyilkoltotta meg. William Hill hiába próbálta meg megszöktetni a vád legfontosabb tanúit a börtönből, a terv nem járt sikerrel, ahogyan az sem, hogy az egész esküszéket megpróbálta lefizetni. Kezdetben az első eskütszéket, mind a 12 embert szélnek kellett ereszteni, és a tárgyalás bizonyos részét újra le kellett folytatni, Úgyhogy hogy az új esküdtek is megismerkedjenek a teljes történettel. Tehát ugye kicserélődtek, új esküdtek jöttek, és hát az eléről kellett elkezdeni a tárgyalást, ami Vájtéknak és a nyomozó csapatnak egy borzasztó hosszú procedúra volt, és hát az eddigi történetekből kiindulva nyilván sosem lettek biztosak, hogy éppen melyik tanú gondolja meg magát, vagy kit fizetnek le, és gondolja úgy, hogy inkább mégsem tanúskodik William Hill ellen. Hogyha itt igazából nem is tanúskodik, még az esküccég nem tanúskodik, nem dönt. De mondjuk tényleg azt nem lehetett tudni, hogy mondjuk ezek az embereket mondjuk megkereste valaki, és lefizette őket valaki. Ja, hát én a tanúkra gondoltam, hogy én a tanúkat, akiket beidéznek, de mindenképpen nem volt egy egyszerű procedúra. Igen, és a második esküccégkel is gondok voltak, mert miután megismerték az ügyet, ők napokig nem tudtak dönteni, és ki is jelentették végül, hogy ők nem, nem képesek dönteni, hogy milyen döntés szülessen, tehát hogy William Hill ártatlan vagy bűnös, ezért ezt a második eskütszéket is feloszlatták, és már, már úgy tűnt, hogy nem lehet 12 olyan embert találni az államban, aki el tudna ítélni egy fehér embert egy indián megöléséért, Viszont az újabb tárgyalás eredményt hozott, és az esküccég úgy döntött, hogy az akkori törvényekkel ellentétben, ami azt jelentette volna, hogy egy előre megfontolt szándékú emberölés esetén halálbüntetés jár, William Hill végül bünt, börtönbüntetést kapott, ami hát valószínűleg akkor, abban a korban is egy hatalmas kettős mércének számított, és valószínűleg amiatt már, hogy William Hill fehér volt, és az áldozatok pedig indiánok. Tehát ez nyilván fordítva valószínűleg nem lett volna kérdéses, hogy hogy halálbüntetést szavaznak meg az esküdtek. Igen. Hél sosem vallotta be, hogy a gyilkosságot valójában ő tervelte ki, és elítélni is csak az egyik gyilkosság kapcsán tudták, ha már az életfogytiglani büntetés nem indokolta, hogy más gyilkosságok kapcsán is elítéljék, tehát nem folytattak le külön tárgyalásokat, amiatt, hogy a sok másik gyilkosság ügyében mi volt szerepe William Hillnek, mert megelégettek abban, hogy életfogytiglani büntetés kapott. Az FBI egyébként 24 gyilkosságot tartott számon, és ezek közül nagyjából 6-8 volt köthető William hale A többi gyilkosság kapcsán nem sikerült kideríteni, kik voltak a tettesek, vagy hogy esetleg William Hillnek is volt azokhoz bármilyen köze. Molit a tárgyalások kezdetén, mint lehetséges tanút megpróbálták mérgezéssel megölni. Mivel cukorbeteg volt, ezért a sonfívérek inzulin helyett valami más mérgező anyaggal mérgezték a szervezetét, de még idejében lelepleződtek, és Molit áthelyezték egy biztonságos kórházba, ahol hamar felépült. Tehát ahogy kikerült a sonfívérek kezelései alól, rögtön jobb lett az állapota. Molly a tárgyalás után pár évvel újra férjhez ment, és sok más indiánnal egyetemben 1931-ben megkapta a jogot arra, hogy saját maga rendelkezhessen a vagyonával. Erre egészen 44 éves koráig kellett várnia. Ellis Burkhardtot 11 évvel a bebörtönzése után 1937-ben feltételesen szabadlábra helyezték, de mivel rövid időn belül kirabolt egy bankot, ezért újra börtönbe csukták. 1959-ben szabadult ismét, és visszatért Oszás megyébe, ahol egészen 1986-ig élt. William Hilt 1947-ben, közel 20 év után, bocsátották szabadon, jó maga viseletért, és előre haladott kora miatt. A férfi végül 1962-ben halt meg, és szeretett otthonban. A két doktor a sonfivérek sorsáról sajnos hiába kutattunk az interneten, nem találtunk semmit. A teljes történet ismeretében viszont biztos, hogy ö, nekik is börtönben kellett volna végezniük, úgyhogy ö, hát még kicsit reméljük, hogy börtönbe kerültek. <gül> <gül> és hát elmondható az, hogy az oszázs indiánok gyilkossági ügye volt az FBI előttjének az első nagy nyomozása, ami nagyon nagy sajtóviszangot kapott és meghalapozta az ügynökség jövőjét. Habár a nyomozás csak 24 gyilkosság zajlott, feltehetően sokkal több gyilkossági eset történt a 20-as években, ami az oszás indiánok kőolaj vagyonához volt köthető. A mai kor történészé azt feltételezik, hogy a tényleges gyilkosságok száma elérhette akár a százat is, de az esetek többségében sosem derült ki, hogy kik voltak a gyilkosok. Ez volt a mai történetünk. Reméljük, mindenkinek tetszett, vagy elnyerte a tetszéseteket, és hogyha érdekelt titeket ez a történet, és ha izgalmasnak tartjátok, akkor örülhettek, mivel nem sokára Martin sorsese meg fog jelenni egy filmje, amit ő rendez, és ezt a történetet fogja feldolgozni, még pedig Leonardo dicaprio és Robert De Niroval, és a szereposztás az úgy néz ki, hogy Robert De Niro lesz William Hill, és Leonardo DiCaprio pedig Ernest Burkhardt, tehát egy igazi filmcsemegének tűnik így első hangzásra. Köszönjük, hogy meghallgatotok minket, tartsatok velünk legközelebb is! Sziasztok! Sziasztok! A forrásokat megtalálhatjátok a leírásban, vagy a hihetetlentörténelem.simplecast.com-on, Kövessétek a Facebook oldalunkat is, a Hihetetlen Történelem Podcast Facebook oldalt, ahol három naponta jelentkezünk érdekes törükkel. Örömmel fogadunk e-maileket is, a hihetetlen e-mail címen, hogyha esetleg kérdésétek észrevételetek lenne az adással kapcsolatban. A podcastet megtaláljátok az Apple Podcast adatbázisában, Spotify-on, Google podcasten és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok! Sí, esto.